Üdvözöljük Önöket az idei évi első videónkban. Nagyon sokat kellett várni rá, mégis egy óriási hírrel érkeztünk, mégpedig, hogy idén ünnepeljük cégünk fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból úgy gondoltuk, hogy tartunk egy kis tárlatvezetést a Dr. Csempatika telephelyén. Tartsanak velünk! Ahogy beérkezünk a kapun, egyből megláthatjuk a Dr. Csempatika három épületét, úgymond. Az első épületben itt, ami legelől van, a legközelebb hozzánk, ez itt az iroda épület, illetve itt a raktár, amiből a viszonteladó partnereinket egyből ki tudjuk szolgálni. Mögötte láthatjuk a GMP üzemünket, illetve mellette egy másik raktárat. Bármikor kérdezhetnek tőlünk termékeinkkel kapcsolatban, viszont itt a telephelyen kizárólag viszonteladó partnereket tudunk fogadni és kiszolgálni. Itt állunk a telephelyünk közepén. Itt látható egy nagyon szép jelvekőből faragott buddhaszobor. A buddhaszobor háta mögött láthatjuk a gyárunk épületét. A beruházás a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg, az épületek átadása 2006-ban történt. A Dr. Csempatika a 25 év során több mint 300 terméket fejlesztett ki, és közel 100 V1-bejegyzést kapott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. A termékeinkhez csak szigorúan ellenőrzött minőségi alapanyagokat használunk fel, mely alapanyagokat gyógynövény szakértők kutatnak fel a világ minden táján. Így van, és igazából figyelünk a környezetünkre, mert hogy épületeinket geotermikus energiával hűtjük. Be is mehetnénk egyébként megnézni a gyártást, de a szigorú gyártási körülmények ezt nem teszik lehetővé, úgyhogy inkább menjünk és nézzük meg a 2018-as év nagy projektjét, ami a gyógynövénykertünk. Van Dr. Chen arra vállalkozott, hogy létrehozza az első kínai gyógynövényekkel foglalkozó kutatási és fejlesztési központot, és igazából mi most itt állunk, rengeteg gyógynövényt láthatunk, és hát mi is van itt, sikerrel teljesítjük ezt a projektet, hiszen mekkora a baktövis. Így van, baktövis, csűdfű, astragalus, több nevén ismert ez az áldásos gyógynövény, immunerősítő hatásáról ismert. Egyébként Kínában van egy mondás, hogy minél többször fogyasztasz baktövis levest, annál nagyobb eséllyel fogod elkerülni az orvost. Mint említettem, nagyon sok gyógynövény van itt, és sokat beszélhetnénk róla, sokat is beszélnek róla tudósok. Pont ezért kerül megrendezésre minden évben a TCM világkongresszus, amelyet idén mi fogunk rendezni az Oriental Herbs Kft., amely november 8-án, 9-én kerül megrendezésre. Igen, és óriási szakmai kitüntetésnek számít. No, de ennyit erről, mert Ági, hogyha elnézel az épület elé, akkor láthatod, hogy megérkeztek a Dr. Csempatika dolgozói, a meglepetéshez, amiről a videó elején beszéltünk, úgyhogy most elmegyek és kiveszem a részem belőle. Rendben, menj csak. Most addig, amíg a többiek készülődnek, addig hagyd mondjam el röviden, hogy milyen változáson, milyen fejlődésen ment keresztül a Dr. Csempatika az elmúlt időszakban. Ha csak az elmúlt pár évet veszem számításba, cégünk kommunikációja is jelentős változáson ment keresztül. Egyre színesebb, egyre tartalmasabb weboldallal, saját webshoppal rendelkezünk, nagy büszkeségünk a Dr. Csempatika magazin, részt veszünk több éve már Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában, illetve három évvel ezelőtt valós igények hívták életre a Dr. Csempatika gyógyító központját a Hősök tere szomszédságában. Lehetne még sorolni a fejlődés pontjait, de ahogy látom, elkészültek a többiek a meglepetéssel, úgyhogy tartsanak velünk! Hát én akkor át is adnám a szót Dr. Wang panasszonynak, cégünk ügyvezető igazgatójának. És ide jön a cég 25 éve. Elsősorban szeretné és megköszönni Chen doktornak és 25 éve ezelőtt létrehozni meg a céget. Őnek a tudásának folyamatosan 25 éve tanácsadónak a cége. És nyilván a cég is nagyon sok egyetem komolyan háttér kutató csapat együtt dolgozó, és
hagyományos, tudományos minőség, ez a célunk. De 25 év ezer alattna, és a cége most van 300 terméknek, több mint 100 terméknek van szabad, mint le van védve. És természetesen, és 25 év alattna nagyon-nagyon nehéz dolgo is történt. Van olyan is, nagyon sokszor idegeskedni, de sokkal rengeteg dolgozok 25 év alattna. És de nyilván van boldogság is, és ha visszajelzének a fogyasztó vagy vevőnek, ha kapta a visszajelzésnek, jó tartsa meg a cégnek a terméknek, azért nagyon boldogságnak. És meg kell nagyon köszönöm 25 éve alattnak, és külső és belső munkatárs együtt dolgoztam, ez tényleg nagyon-nagyon kell. Köszönöm, és remélem, és bízom benne, még egy 25 év fogunk dolgozni együtt, és egészségen hozta embernek, boldogság, egészsége, és hosszú élet hozta a cégnek embernek. Eltelt tehát 25 év, egy negyed század, ez idő alatt sok minden változott, de van, ami még most is ugyanaz. A segítő szándék, a kitartó, szorgalmas munka, a hagyományok őrzése, a prevenció fontosságának hangsúlyozása és a folyamatos minőségre való törekvés. Így van, és ugye hát 94 óta beszélhetünk Dr. Csempatikáról, úgyhogy vélhetően van olyan nézőnk, aki már 25 éve ismeri a márkát, és 25 éve bizalommal fogyasztja a termékeinket. Kívánjuk, hogy legyen így a következő 25 évben is, és azt is kívánjuk, hogy a következő videónkra kicsit kevesebbet kelljen várni, mint erre a mostanira. Jó egészséget kívánunk, viszontlátásra! Viszontlátásra!